Szerezzük fel az energiát elnevezésű programban mindegy 30 város vesz részt, többek között Óbecse is. A program első lépéseként a községben 5 lakóházat világítottak át, és ezekre energiahatékonyság növelő terveket dolgoztak ki. Emellett az óbecsei önkormányzat saját kezdeményezésére hasonló projektumot dolgozott ki a Városháza és a Szevert Gyurkics általános iskolára is. Zsékó Pálisics, a segédpolgármester elmondta, a kiállítás anyagát tartalmazó tervek, igazolások, melyeken a meghatározott energiaosztályok is ki vannak mutatva. Azt is megemlítette, hogy míg az Európa Unió országaiban egy négyzetméteren 50 és 70 kW energiát használnak fel, ez a szám országunkban 150-200 kW között van, és ez elegendő ok ahhoz, hogy felhívják a község polgárainak figyelmét az energiatakarékosságra. A kiállítás megnyitón a projektummal részt vett épületek tulajdonosainak, illetve közös képviselőinek Vukrádojevics polgármester átadta az ingatlanok energiatanúsítványait, az úgynevezett energiapasszusokat is, amelyek megmutatják, mekkora az adott ingatlan energia felhasználása. Ezekkel a megvalósíthatási tanulmányokkal mind az RBRD-nél, mind a Világbanknál pályázhatnak támogatásért és hitelért. A kiállítás szerdáig tekinthetik meg az érdekeltek a Kölgaréliában, ahol arra is hatékony tanácsokat kaphatnak, hogyan spóroljanak az energiával.